Tessék mondani, cigánypecsenye van? Van, de akkor zene nincs. Hó, te miért rejszólsz a cintányérra? Nem akartam nagy dobra verni. Anyádnak csak hull a könnye, nap mint nap lássa. Belebetegedett a gyereke a túl sok kanyhalásba. Az ördög benned mindig éhes, az életeddel jól laknak. Kihez fogsz ma imád? Ó, csórólek 8000 ér a magáé, kedves uram. Köszönöm, de nem. Jó van, odaadom magának 6000 ér. Nem. 4000 ér? Nem kérem. Tudja mit, kedves uram, odaadom magának, de csak magának 2000 ér. Képzeld, az én fiam még csak 8 hónapos, de már megy. Az semmi, az enyém 18 éves, de már így. No, ez elvitte beszélzési áron. Amikor én kisgyerek voltam, az anyám adott 10 forintot, és elküldött vele az üzletbe. Hoztam 2 kenyeret, 2 tejet, 1 rúd szalámit, 1 csomag bombon, 2 tábla csokoládét, 10 tojást, és még maradt pénzem. Most meg az egész boltot telerakták a lökkal kurva kamerákkal.